Csutak Botond vagyok, 9. évfolyamos, és a kémia nagyon érdekel. Szalai Luca vagyok, az ELTE Kémiai Intézet agyontusa, és kémia szakmódszertan tanítok tanárjelölteknek. Melyik a leglátványosabb kísérlet, amit otthon is el lehet végezni? Úgy szoktuk nevezni, hogy a fekete kígyó kísérlet. Ez úgy készül, hogy porcukrot és szódabikarbonát kell összekeverni egy kis alkohollal, ami ugye legegyszerűbb esetben például pálinka lehet, és akkor azt kiszárítjuk, így tablettázunk, kiszárítjuk, és utána homokra téve, egy pici alkohollal körbelocsolva a homokat meg lehet gyújtani, és egy fekete kígyó nő ki belőle. Melyik az a kísérlet, ami az a legdrágább anyagok kellenek? A fekete gyémántokban Jókai Mór leírta azt a kísérletet, hogy a gyémántot meg lehet gyújtani. Nem tudom, hogy esetleg olvastad-e ezt a regényt. És a másik pedig, ahol aranyat oldanak föl királyvízben, az is jó drága. Ugye az salétromsav és sósav elegye. Melyik az az anyag, amelyből a legtöbbet fogyaszt az ipar? A legeslegtöbbet térfogatban, tömegben biztosan a vízből. Már csak azért is, mert nagyon sok mindenhez kell hűtővíz, és oldószerként is használják mosásra és mi egyebekre, tisztításra is, és nyersanyagként pedig talán a földgáz, illetve a kőolaj az, amiből nagyon sokat használunk. Ha elfogy az olaj, milyen alternatív anyagokat használhatnánk helyette? Muszáj lesz megoldani a körforgásos gazdaságot, és ez azt jelenti, hogy a hulladékaink lesznek majd a nyersanyagok, tehát például a műanyagokat kell majd annyira szelektíven gyűjteni, hogy viszonylag könnyű legyen visszaforgatni őket újra a gyártásba. Melyik a legveszélyesebb kísérlet, amit valaha elvégeztek az atombombán kívül? Még most is meg lehet találni az interneten egy felvételt arról, hogy japán kollégák tették azt, hogy vettek egy 1 kg-os nátriumtömböt, fémnátriumot, és ezt beledobták egy uszoda medencéjébe. És akkor körülbelül egy ilyen 10-15 méteres vízoszlop csapott föl, és ugye rengeteg hidrogén is fejlődik, nagy robbanás volt, úgyhogy én ezt láttam, ami tényleg veszélyes volt. Persze, hogy tudták, hogy mit csinálnak.